Kovács Sarolta ezekben a napokban Tatán készül a válogatottal a július elejé szófiai Európa-bajnokságra. Az Alba Volán SC öttusázója mindenféle teher nélkül versenyezhet majd a kontinens viadalon, miután Pál Völgyi Miklós szövetségi kapitány kijelölte az olimpián induló keretet. Hazánkat a hölgyeknél Tóth Adrien mellett Kovács Sarolta képviseli majd az ötkarikás játékokon. Én azért éreztem, hogy ott a helyem az olimpián, tényleg az eredményeim alapján. Hát reméltem, hogy benne leszek ebbe a kettőbe, de tényleg kimondták egy hete, hogy Tóth Adrien, illetve én képviselhetjük a lányok közül az öttusát, illetve a Magyarországot. Én ez nagyon örültem neki, és hát egyfajta ilyen megnyugvást is éreztem, mert tényleg már nincs bennem az a félsz, hogy mi van, ha mégsem. Úgyhogy tényleg most már csak teljesen arra tudok koncentrálni, hogy olimpia és edzés, és csak az öttusa. Az év elejé sérülés után Kovács Sarolta egyre inkább magára talált, a fehérvári öttusa EB-n megszerezte 4. junior Európa-bajnoki aranyát, a hétvégi Kreml kupán Moszkvában pedig erős mezőnyben, immár a felnőttek között lett második, ami az önbizalmára is jó hatással van. Azért indultam el ezeken a versenyeken, hogy tényleg úgymond önbizalmat szerzek. Az évben azért nem voltam olyan sok verseny az évején a két kisebb sérülésem miatt, és emiatt így a vívásból is így kizökkentem, és az is volt jó, hogy most tényleg így felnőtteknél is Moszkvában, Oroszországban tudtam versenyezni felnőtt mezőnyben, és ott is jól sikerült a vívás, hogy tényleg így az önbizalom szempontjából nagyon-nagyon sokat nyomott és lendületet adott. Kovács Sarolta a tervek szerint az olimpiáig már csak az Európa-bajnokságon indul, Londonban pedig, ahogy már többször is elmondta, a legjobb hadban szeretne végezni, és ha egy igazán jó napot tud kifogni augusztus 12-én, akkor még az éremszerzés sem elképzelhetetlen.